Szép jó estét kívánok! Önök a Tea 349-kor című műsor következő adását látják. A ma esti műsorhoz is igen jó szórakozást kívánok, és szép jó estét! Jó estét kívánok, kedves nézőim! Ma esti vendégem egy igen népszerű színésznő, Götz Anna, fogadják szeretettel. Szervusz, Annácska, hogy vagy? Szervusz, hát egészen konkrétan jobban. Na. Tehát legutóbbi találkozásunk után egy kis, hogy is mondjam, bosszúságért föltörték a kocsimat, és kiszedték belőle a rádiómagnómat, úgyhogy valahányszor jövök kocsival most is, amikor kocsival jöttem, elég bosszús voltam, meg kell mondjam, mert az életem az a kis magnó. Abba szoktam énekelni, gyakorolni, zenét hallgatni. És hát elég megrázó élmény volt, mit mondjak. Én azt hiszem, hogy ezzel nem vagy egyedül, mert bárki, akinek feltörik az autó, hát tudnék mesélni én is. Igen? Egyébként, hogy nem is egyszer, nem is kétszer. Nagyon rossz érzés látni. Tudod, az ember mindig azt gondolja, hogy csak mással történhet ilyen, veled biztos, hogy nem. És ráadásul ott a Radnóti Színház mögött nem is gondoltam volna, hogy ilyen megesik. Nekem pont a Radnóti Színház előtt törték fel. Igen. A járdán álltam, pont a Radnóti Színház előtt. Igen, állítólag ez egy olyan kis környék, úgyhogy üzenem azoknak a kedves bácsiknak, hogy nagyon csúnyán viselkednek, amikor így csinálnak. Van egy kedves barátom, aki így szokta nevelni az embereket, ugye, amikor elvadult, eltorzult fejjel ordibálnak a kocsiból egymásnak, és akkor ő mindig így letekeri a szablakot, és így kinéz, hogy nem szabad csúnyán beszélni. Csak hát nagyon nehéz az embernek ezt, akkor, amikor elborul az agya, akkor ilyen finoman fogalmazni. Te egy békés ember vagy? Hát béket azt hiszem, hogy igen. Alapjában véve én bika vagyok, és a bikákra jellemző, hogy sokáig tűr, és aztán egyszer csak robban. És mostanában robbantál? Nem, hál' Istennek nem, mert rengeteg erőt, energiát és türelmet ad a két kis gyönyörűségem, két kis ikrecském, az Emília és a Bálint, úgyhogy nem nagyon jut eszembe, csak ha az utcára kimegyek, akkor bosszankodni, de különben úgy érzem, végtelen türelem van bennem, olyan csodálatos kis lények ők. Nem tudnám elképzelni, hogy bármikor elveszítsem a türelmemet. A pályádra a gyermekek, azok jó hatással vannak? Hát ezen még nem gondolkoztam, az az igazság, de annyira szerettünk volna gyerekeket, főleg aztán, hogy így egyszerre lett két gyerek, ez csoda, hogy én mindig azt éreztem, hogy szóval nekem mindig a fontosabb volt a család és a békesség, és egy kiegyensúlyozott háttérre való törekvés legalább. És mivel én is nagyon nagy szeretetben és nagy családban nőttem föl, nekem is nagy vágyam volt, hogy ezt tovább vigyem, és mit kérdeztél? Milyen hatással vannak a gyerekek a pályára? Ja, a pályámra. Hát igen, nem véletlen, elfelejtettem. Az az igazság, hogy most olyan hatással, hogy fontosabbak ők. És le tudok sok mindenről mondani, és nem tartom most olyan nagyon fontosnak a pályámnak az előremenetelét, vagy továbbvitelét, vagy... Szóval hagyom, hogy úgy jöjjenek a felkérések, vagy a szerepek, vagy ne jöjjenek, ahogy jön. Teljesen. A főiskola után te rögtön a Nemzetibe kerültél, igen, ugye? 85-ben. És a Nemzetinek a mai napig is tagja vagy. Igen, igen. Hát most úgy vagyok tagja, hogy tulajdonképpen amikor a gyerekek megszülettek, akkor én úgy döntöttem, hogy egy darabig most csak velük szeretnék lenni. Aztán hosszas rábeszélés után mégiscsak visszamentem, és a My Fair Lady-t játszottam, ami nagyon nagy boldogság volt számomra, mert tényleg nagyon-nagyon szép és jó szerep, és
attól, hogy zenés, és attól, hogy maga a darab is ugye a Show Pigmalionjából íródott, tehát egy nagyon, nagyon jó szerep minden téren. Nagyon szerettem játszani, de aztán nem akarok rá kitérni, olyan dolgok jöttek össze a színházban is, emberekkel, hogy úgy döntöttem, hogy inkább akkor most ezt egy kicsit pihentetem, kapcsolatomat a színházzal, és inkább a gyerekekkel való kapcsolatomat táplálom tovább. Azért kérdeztem, mert a Nemzeti Színházban téged nyilván szeretnek, vagy szerettek, vagy elismertek. Hogy kap valaki Rajz János díjat? Jaj, hát az nagyon nagy elismerés szerintem. Sokkal nagyobb, mint például egy Jászai díj, és sokkal boldogabb vagyok vele, mert az tényleg a kollégák szeretetén múlik, és olyan nagy szerencsém volt, hogy kétszer is megkaphattam ezt a díjat, ami ugye titkos szavazás alapján kapja az ember, és egyszer, először pont az első évadomban, amikor az István a király Rékáját játszottam, akkor kaphattam meg, és most 2 vagy 3 évvel ezelőtt ismét. Úgyhogy az nagyon-nagyon jó érzés, amikor titkos szavazás alapján az ember a legtöbb szavazatot kapja, és a társaknak, a kollégáknak a bizalmát élvezheti. Ezt hát nem véletlen kérdeztem, mert hiszen nyilván hiányzol a kollégáknak. De lépjünk egy kicsit. Ti nagyon harmonikus házasságban éltek, és én mostanában elkapom a színész házaspárokat egymás után, de vendégem volt Hites urad, Rubold Ödön színművész is, és ő is azt mondotta nekem, hogy nagyon fontos számára a család és az otthon, és úgy minden másodlagos. Na de hát egy színész játék nélkül, színpad nélkül, nem parttalan? Állandó játék az életünk otthon is. Kettőnk közötti kapcsolat, gyerekekkel való kapcsolat, és azért hál' Istennek én azért most például játszottam a Thália Színházban egy fantasztikus csapattal. Na mesélj! Volt szerencsém összejönni. Én a Toldi Marikához járok évek óta énekelni, és nagyon nagy tisztelője vagyok, és nagyon sokat köszönhetek neki a musical műfaj kapcsán, amiket tanulhattam tőle, és így kerültem ebbe a produkcióba. Az ő tanítványainak csinált ő és a Miklós Tibi egy fantasztikus, sikeres előadást a Fame című musicalből, ami tulajdonképpen a Fame második musicalje. És egy csodálatos csapat jött össze, csupa tehetséges gyerekkel, akik most érettségiztek, és még a pálya előtt vannak tele bizakodással és hittel, és ragyogó, csillogó tekintetekkel, és ez egy nagyon nagy élmény volt, és úgy néz ki, hogy ősszel folytatódik. Tehát én nekem, számomra a pályán mindig az volt fontos, hogy kicsit újjászületni, kicsit megújulni. Muszáj volt nekem mindig egy kicsit úgy, amennyire én tudom terelgetni a pályámat, bár azt hiszem ez inkább máson múlik. Én soha nem voltam egy nagyon becsöngetős típus, inkább hagytam mindig, hogy engem találjanak meg, vagy a szerepek találjanak meg. De amikor csak lehetett egy kicsit, ami rajtam múlott, változtatni, azzal én mindig megpróbáltam élni. Ilyen volt például egy pár évvel, amikor Egerbe meghívott a Gali Laci, az Ahogy tetszik Rosalindájára. Az egy nagyon-nagyon fontos pont volt számomra, fontos állomás a pályámon. Ilyen volt ez a Fém, ahol nem volt egy nagy szerep, de attól, hogy új emberek közé kerülök, és új ingerek érnek, én is úgy érzem, hogy meg tudok egy kicsit újulni, és új dolgokat fel tudok fedezni magamban, illetve színésznői mi voltomban. Hát a Fém önmagában is jelzi, mert a sikert jelenti a Fém, és ez én tanúsíthatom, hogy nagyon nagy siker volt. Egyébként egy jazz énekesnő ismerősömmel láttam a darabot, aki nem igazán musical párti, nem szereti.
és felálló szőrrel végighújolva, végig tapsolva hagytuk ott az előadást, és olyan élményekkel távozva, hogy én tanúsíthatom, hogy ez egy nagyon lehetséges társulat és nagyon sikeres darab. De egy kicsit kanyarodjunk, mit jelent számodra a zene? Hát a zene szinte mindent. Azért is kezdtem ezt a beszélgetést veled így, mert hogy mekkora nagy bosszúságot okoz, hogy hiányzik nekem a kis magnum a kocsimból, mert egyszerűen amikor csak lehet, mindig zenét hallgatok, és minden elő gyerekkorom vagy? Óta. Igen. Igen. Tehát jó zene legyen? Jó zene. Igen, abszolút. Gyerekkoromban, na, mert a hangszereken révén, is játszol, igen. Több hangszeren, ha jól igen, tudom. Igen, igen. Hát tulajdonképpen a legutóbbi, a fuvola az, ami igazán megmaradt bennem, bár sajnos hangszerem nincsen, úgyhogy kezdem elfelejteni, de hárfáztam is, hegedültem is, de valahogy az éneklés volt mindig a kedvencem, mindig a vokális zene. Az egy valami olyan csodálatos hangszer szerintem, amivel mindent ki lehet fejezni. De a hát, fekete zene? Hát a fekete az meg egy külön világ, fantasztikus, fantasztikus, de a Mária Callast ugyanúgy imádom, mint az Ella Fitzgeraldot. Hát ezek a legek, igen, tulajdonképpen. Igen. De ez a darab, amiről beszéltünk, ez a Broadway-n is megállna a helyét, vokálisan is. Igen, hát azt hiszem elsősorban a Toldi Marikának köszönhető, hogy csodálatos kis csapat jött ott össze, és jobbnál jobb hanganyag tényleg. És ez itt nálunk nagyon jó lenne azért, ha meghonosodhatna ez a műfaj, mert nagyon sok tehetséges fiatal van, és sajnálnám, hogyha ennek nem lenne helye a magyar színházi életben. Nem gondolkodtál el azon, hogy nem sokára elkezdik az új nemzeti színházat építeni? Hogy addigra újra egy Götz Annát a színpadon? Tehát addigra akkorák lesznek a gyerekek, hogy nem fordult meg a fejedbe? Az az igazság, hogy én igazából épülethez nem kötődöm. Én mindig emberekhez kötöttem. A társulatra mindig gondoltam, én nem az épületre. Mindig egy jó csapathoz kötődöm. Ha akkor egy olyan csapat összejön, és ahol nekem is helyem van, vagy mások szerint helyem van, akkor hát én leszek a legboldogabb ember és színésznő egyben, hogy ha ott játszhatom, de hát nem mondom, hogy nem dobban meg a szívem, amikor a gyönyörű új Vígh Színházban ülök a nézőtéren, vagy szemnészebb vidéki felújított színházakban, és tulajdonképpen borzasztó szomorúságot érzek, amikor a nemzetinek a nézőterén kell esetleg a barátaimat vagy a kollégáimat nézni egy-egy új premiéren, mert elég lehangoló épület. És azért ilyen szempontból nagyon fontos, hogy hol játszik az ember, de mindig fontosabb volt egy csapatszellem. Mit jelentenek az állatok a számodra? Hát, amikor ezt így föltetted ezt a kérdést, rögtön a Tóbiás jutott eszembe, a mi kis Tóbiásunk, aki egy csodálatos kis lény volt, egy bobtél kutya, vagy bobtél ember inkább, akit elveszítettünk sajnos tavaly augusztusban, de még mindig olyan, mint hogyha most is időnként hallom a hangját, vagy ahogy így kopácsolva jön a kis körmeivel. Borzasztóan szeretem, kutyások vagyunk, kutyapártiak, meg kell mondjam, de hát most még olyan picik a gyerekek, hogy meg annyira bennünk él még a Tóbiás, hogy nem tudnám elképzelni, hogy megcsaljuk őt, és felcseréljük valaki másra. Talán, hogyha a gyerekek nagyobbak lesznek, és ők is élvezni fogják, és ők is tudnak bánni már nem gyerek módjára kutyával, nem kínozva őket, hanem ők is fölfogják, hogy milyen fontos kis társ, akkor talán fogunk együtt választani egy újat. És újra bobtélt? Most még nem tudom elképzelni, hogy... Nem, mert az borzasztó lenne állandóan összehasonlítgatni. A Tóbiás az csak egy volt, és a szörnyű, az neki se lenne jó, hogyha állandóan vele akarnánk és hozzá akarnánk mérni. De nem tudom, hogy
hogy fogja hozni az élet. Hát én kívánom neked, drága Anna, hogy minden szépet és jót hozzon az élet. Sok sikert kívánok neked, békét, boldogságot. Ezek közhelyekbe tiszta szívemből kívánom, és megköszönöm neked a beszélgetést. Fogad a boldolatom és szeretetem ébresztek is. Nagyon szépen. Felén. Szeretem csokrot. Az ilyen mezei jellegű csokrokat. Köszönöm szépen a beszélgetést.